A mai videónk az 1986. április 26-án bekövetkezett csernobili atomerőmű balesetről szóló videósorozatunk első része lesz, amelyben megismerkedhettek a Vlagyimir Iljics Leninről elnevezett atomerőmű konstrukciós és építészeti hátterével. Ha foglalkoztat benneteket ez a súlyos katasztrófa, amely a világon nagyon sok embert megbetegített, illetve hogy az építéssel kapcsolatban mely konstrukciós hibák okozhatták a hatalmas radioaktív szennyeződéssel társult balesetet, mindenféleképpen megéri a videósorozat videóit napról napra követnetek. A Vlagyimir Iljics Lenin atomerőmű, vagy ismertebb nevén egyszerűen csernobili atomerőmű az egykori Szovjetunió területén épült. Ma Ukrajnában, az ukrán-fehér-orosz határ közelében Kijevtől 134 kilométerre, a Pripyat folyó által táplált mesterségesen létrehozott félszigeten, Kopacsi falu és Pripyat városa között. Építése 1972-ben kezdődött, és 1978-tól 2000-ig termelt áramot. Az 1986-ban bekövetkezett, úgynevezett atomkatasztrófáig négy blokkja épült meg, melyek blokkonként egy-egy RBMK 1000 típusú, 3,2 watt teljesítményű, grafitmotoros hőreaktorból álltak. A reaktorok 1 gigawatt kapacitású villamos áramot voltak képesek termelni, melyek Ukrajna áramellátásának mintegy 10%-át szolgáltatták. Az RBMK 1000 típusú reaktorral kapcsolatban érdekesség, hogy napjainkban már egy elavult technikát jelent, viszont működési elve abban rejlik, hogy hűtőközegét a nyomás alá helyezett csövekből elgőzölgő víz adja. Előnye leginkább abban rejlik, hogy egyrészt természetes uránnal is működtethető, amiből kifolyólag nincs szüksége dúsító üzemek munkájára, másrészt a reaktortartály ebben az esetben nyitott, ami lehetővé teszi az építők számára a nagyobb reaktorok kivitelezését, harmadrészt pedig a reaktorelemek ennek köszönhetően az adott atomreaktor működése közben is bármikor cserélhetők tönkremenetel esetén. Működése hasonló a forralóvizes reaktoréhoz, azonban egy lényeges különbség van a két típus között, hogy még előbbi esetben az aktív zóna hűtését és neutronlassítását is víz végzi, addig az RBMK esetében ezért a grafit felel. Ennek a reakciónak azonban egyetlen lényeges hátránya van, mégpedig az, hogy ilyen esetben a hőteljesítmény növekedésével a reaktorban vízbuborékok keletkeznek, melyek miatt a neutronok nem tudnak lelassulni termikus sebességükre, így a maghasadások száma csökken, ami negatív visszacsatolást eredményez. Összességében tehát elmondható, hogy az 1986-os baleset legfőbb okozója is ez a reaktor típus volt. Az erőmű az elsőtől a negyedik blokkjáig egy kelet-nyugati tájolású, hossztengelyű épületkomplexumban került elhelyezésre oly módon, hogy az épület déli oldalán épült meg a közös turbinacsarnok, az északi részén pedig a reaktorok épületei álltak. A turbinacsarnok adott helyet a blokkok gőzköreihez kapcsolt turbináknak, melyek egyenként 500 megawatt teljesítménnyel megáldott generátort hajtottak meg. Maguk, a reaktorok, forralóvizes jellegű grafitmotor meghajtású csatornarendszer kiépítésű építmények, melyek közül az első kettő első, a harmadik, negyedik pedig második generációs RBMK volt. A két generációs típus között voltak épp lényeges különbség nincs, ha jobban megvizsgáljuk őket, maximum annyi, hogy a második generációs változat az 1960-ban kifejlesztett RBMK típus ipari méretű változataként lett elkészítve. Ugyanakkor csatornarendszerük között is, mondhatni, minimális különbség figyelhető meg, ugyanis az első generáció esetén
1693 csatorna biztosította a hasadóanyag mozgását, további 179 pedig a biztonsági és szabályozó rudak működését segítette. A második generációnál 1661 csatorna segítette a maghasadást, a biztonsági és szabályozó mechanizmusért pedig 211 felelt. A reaktor teljes átmérője 11,8, magassága pedig 7 méter volt, amely teljes körű üzem esetén 192 tonna üzemanyaggal működött. Érdekesség azonban, hogy tervben volt két újabb, az 5. és 6. reaktor megépítése is, viszont a bekövetkezett szerencsétlenség okán nem valósult meg felépítésük. Az erőmű tervezési és kivitelezési feladatait a Tepló Elektroprojekt intézet Uráliágának szakemberei végezték, és a szovjet energiaügyi minisztérium által 1967-ben jóváhagyott feladatot 3 reaktortípusra, az RBMK-1000 grafitvizes, az RK-1000 grafitgáz meghajtású és a VVER típusú forralóvizes blokkra dolgozták ki. Mivel költséghatékonyságra törekedtek a kivitelezés alkalmával, ezért gazdasági és műszaki szempontból az első tipológiát tartották a legrelevánsabb választásnak. Itt történhetett meg az, hogy a miniszterelnök aztán 1968. szeptember 21-én jóváhagyta az RBMK megépítését a csernobili atomerőmű számára. Érdekességképp megjegyzendő, hogy a tanács azért döntött az imént említett technológiával készült blokk elkészítése mellett, mert abban az időben nem állt rendelkezésre az Unióban olyan fejlett technológiai eljárás, melyet felhasználva megvalósítható a forralóvizes reaktor tervezete. Mindemellett arra is törekedtek, hogy egyrészt az egész föderáció területén gyors ütemben ki tudják építeni a megfelelő energiatermelő kapacitást, másrészt pedig csak ezzel a technológiával voltak képesek elérni az előírt 1000 megawattos teljesítményt. S végül, de nem utolsó sorban a grafit motorral ellátott reaktorblokk lehetőséget teremt a nukleáris anyag teljesítmény csökkenésmentes újratöltésére is, ami gazdasági szempontból előnyös, hiszen ezzel növelni tudják az erőmű kapacitás gazdaságos kihasználását. Az épületet az engedélyek megszerzését követően 1972-ben kezdték el építeni a szovjet minisztertanács 1969-ben kelt rendelete alapján, mely meghatározta, hogy a 70-es évek végéig létesíteni kell a köztársaság területén 11,9 gigawatt teljesítményű erőművi kapacitást, amelyet ennek megfelelően 8 gigawattos RBMK reaktorokkal felszerelt atomerőművekben állítsanak elő. Az építkezést azért kötötték ilyen kritériumokhoz, mert úgy gondolták, a Szovjetunió déli részén kialakult kritikus villamos energia hiányt csak ezzel a módszerrel tudják pótolni. A döntést megelőzően lehetséges helyszínként 16 települést mértek fel, végül a bizottság a Kopacsi falujának közelében elterülő terepet javasolta, amelynek érdekében, hogy megfelelő nagyságú erőműi épületet tudjanak kivitelezni, Nagorci és Podleszny falvakat elbontották. Mint minden ilyen esetben, ha erőművet létesítettek, itt is célszerűnek tartottak egy olyan várost létrehozni, amelyben az építményben dolgozó emberek és családjaik élhetnek, így alakították ki Pripyat városát. Az épületkomplexum felépítését az első 4 reaktorával egyetemben 1977 és 1983 között fejezték be, mégpedig a következőképpen. Az első blokk 1977-ben, a második 1978-ban, a harmadik 1981-ben, s végül a negyedik 1983-ban épült meg,
s mint kiderült, hibás konstrukcióval. Az 1979. január 17-én nyilvánosságra hozott adatok szerint az épület kivitelezésénél ugyanis számos hibát és szabálysértést elkövettek az építészmérnökök, melyek mind-mind hozzájárultak a 4-es reaktor pusztító erejű felrobbanásához. Ezeket az adatokat a KGB hozta nyilvánosságra egy szigorúan titkos forrásból, amelyből kiderült többek között az is, hogy például a gépterem oszlopai 100 mm-es pontatlansággal lettek felállítva, és néhány elem között pedig hiányzott a vízszintes kapcsolódási pont. Ugyanakkor ugyanez a pontatlanság megmutatkozik a gépteremben elhelyezett emelőrudak mozgási pályáin is, ráadásul 8 fokos szögben még lejtettek is. A falpanelek elhelyezése és a terem födémzetének kiépítése is szabványba ütközött. Utolsó szempontként a KGB felfigyelte arra is, hogy az építkezésen használt betonszerkezetek öntésénél is végzetes hibát vétettek, mivel elkészítésükkor több alkalommal is felfüggesztették a munkálatokat. Ezen kívül a megfelelő hőszigetelés is elmaradt, így szinte borítékolható volt a csernobili atomerőmű katasztrófája során keletkezett 1000 méter magasságba felszökő radioaktív anyag földfelszínre történő jutása. Az imént felsorakoztatott hibákat leszámítva azonban a tervek között szerepelt a 3-as-4-es blokkhoz hasonló felépítésű blokkok felépítése is, melyek közül a 4-es reaktor meghibásodásának idején az 5-ös blokk már 70%-ban elkészült. Ez utóbbit a tervek szerint 1986. november 7-én kellett volna az előírások szerint üzembe helyezni, azonban a baleset következtében a befejezését jegelték. Az építkezés befejezetlenségére utaló jelként mindmáig láthatók az 5-ös blokk körül felállított toronydaruk, melyek emlékeztetnek bennünket arra, hogy bizony, ez az épületrész valaha még építés alatt állott. Remélem tetszett nektek a mai videó, hogyha igen, ne felejtsétek el lájkolni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhessetek a legújabb tartalmakról. Találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!